Ez a második része a vlognak, itt vagyok Tel Avivban, és ez elmondja nagyjából a sztoriát, és azt is mondják, hogy ez Izrael kapuja, úgyhogy ha itt belépünk, akkor bejutunk Izraelbe. Oh, sorry. És itt már bent is vagyunk, úgyhogy kezdjük el a vlogot. Már megérkeztünk Tel Avivba, és két helyre mentünk. Délelőtt voltunk egy LBTQ helyszínen, tehát hogy az Izraelben lévő meleg, vagy valamilyen transzexuálisok, fiataloknak az egyesülete, és mondom, hogy 10 év alatt csak 3 merénylet történt, de az egyik az egy késelés volt, pont egy felvonuláson, a másikba pedig egy klub előtt jöttek ki emberek, és ott kötöttek beléjük. De mégis van egy nyitottság, és főleg egy ilyen kulturálisan sokszínű és több vallást tartalmazó országban is nyitottak arra, és gondolkoznak arról, hogy hogyan lehet valakinek a nemi hovatartozását és a vallását közösen kezelni. És most, akik meg ugrálnak mögöttem, ők gyerekek, mert eljöttünk ugyanis egy nem is akármilyen iskolába, egy általános iskolába, ahogy látjátok a gyerekeket mögött, egy kicsit felemelem. Képzeljétek el, hogy ők a bevándorlóknak, tehát nem feltétlen menekültek, hanem bevándorlóknak a gyereke, és látjátok ezt a sok-sok zászlót körülöttem, együtt tanulnak. Yes, it's a vlog. Do you wanna say hi? Hi! Hi! Hi, vlog! Hát a gyerekek megrohamoztak, és most amúgy ellenfényem is van. Most már itt vagyunk a következő részen, ez a Sonoma Marketnál, amiről majd még sokat fogok mesélni, csak a többiek már mennek. Mindjárt berakok egy timelapse-t róla. Az iskoláról talán csak annyit, hogy annyira gyönyörű azt látni, hogy sok nemzet együtt befogadnak, segítenek, és tényleg, ahogy mindig mondják, hogy fiatalságé a jövő, és hogy segítenek nekik, nagyon durva statisztikákat mondtak, hogy miken indulnak, támogatják a zenétől kezdve, akik idejöttek és ugye emigráltak, szeretnének ugyanúgy csatlakozni a hadseregbe, sportban támogatják őket, tényleg az a missziók, hogy az álmukat megvalósítsák. Nem tudom, hogy amúgy, ha csak errefele jártok és úgy jöttök, akkor még be tudtok-e menni az általános iskolába, de beírom a leírásba a nevét, keressek meg őket, hát ha óriási élmény volt tényleg az a sok gyerek és látni bennük. Na most viszont menjünk, mert éhes vagyok. Az passion fruitból készült, marakujából egy ilyen likőrt, és amúgy ebben a piacon vagyunk, és teljesen egy pár hónapja, vagy pár éve épült, de mindenféleképpen ajánlom, hogy gyertek el, és nézzétek meg, hogy milyen olyan túrák vannak, ahol különböző részről csak megnézhetek kicsi dolgokat. Ettünk egy nagyon finom, ami desszerthelyett, de nem csokiból van, egészségesebb, mert nagyon jó, különböző olivabogyókat próbáltunk, meg olivaolajakat is. Most menjünk tovább, és ami nagyon jó, hogy itt van a kedvenc söröm, amit később meg fogok mutatni, hogyha bárki látta az Amerika sorozatot másfél évről, akkor mondjátok meg, hogy melyik az a sör, de még megyünk tovább.
látjátok felírva Wishing Bridge, ami azt jelenti, hogy kívánhatsz valamit. Itt vannak a különböző horoszkópjegyek, meg kell találni mind a tiédet, és mind a két kezedet rá kell rakni, és hogyha rárakod, és úgy kívánsz, akkor teljesül. Keressük meg, én Skorpió vagyok. Mennyivel jobb így a gyönyörű naplement, és megkeressük a Skorpiót. Itt vagyunk Tel Avivnak a nagyszülő városában, legalábbis így mondják, Jaffában, járjuk körbe. Nehezen tudtam bejelentkezni az iskolából, ahol voltunk, de láttátok, nagyon cukik a gyerekek, utána a marketbe is voltunk, ahol rengeteg mindent kóstoltunk és ettünk. Fizessetek be egy ilyen túrára, nagyon megérti. Linkeket ugyanúgy be fogok rakni a leírásba, hogy hol tudtok utána nézni, hogy miként lehet ezt csinálni. És most már naplemente van, láthatjátok, hogy milyen szépek a fények, illetve én sötét vagyok, de rájöttem, hogy tegnap is olyan jól megvilágítottam magamat, úgyhogy mondjátok meg, hogy mi. Ó, mondjuk a szemem az elég furcsa, néz ki, de így most adtam magam egy kis fényt. És ezután, ahova megyünk, olyan, mint a láthatatlan kerítés, láthatatlan kaja, bár tele vagyok, úgyhogy szerintem onnan fog bejelentkezni, sötét lesz, úgyhogy nem tudom, mit fogtok onnan látni, de megnézzük, és azt is írjátok meg, most nagyon sok dolgot kértem ebbe a vlogba, hogy írjatok meg, de hogy ugye elég sokat bírom, mert nagyon sok mindent láttam, és nem szeretnék nektek egy ilyen nagyon turistás bemutatást adni, inkább csak életképeket, élményeket, hogy jó-e az irány, nem jó az irány, ti mondjátok meg, és akkor jövünk a kiállításon. Még nem a láthatatlan kiállítás, illetve vacsorán vagyunk, hanem becsekkolunk a hotelbe. Ez egy elég jó hotelnek tűnik, és itt van Tel Avivnak, hogyha jól tudom, a tengerpartján, és mindjárt megnézzük, hogy olyan-e a kilátás, amire reménykedek. Nézzük meg, hogy milyen a kilátás. Hello tenger, és hello Tel Aviv! Hello guys! Hey there! Hát talán itt egy kis room tour megéri, mert ugye láttátok, hogy milyen a kilátás, meg beraktam azt a kis GoPro-s timelapse-et, és hogy készül, megmutatom, mert amúgy igazából még készül, de itt a szoba, ilyen az ágy, van kis íróasztal, ez nekem úgy inspirál, szerintem fogok onnan dolgozni, és egy viszonylag egyszerűbb fürdőszoba, szó, amit keresem a fürdőszoba, és akkor most mutatom, hogy készül hogy készült a GoPro-s forgó timelapse. Úgy hívják ezt, hogy mint egy ilyen, olyan, mint a tojásnak az időzítő, hogy meddig kell főzni. Itt rajta van, talán látszik, hogy attól függ, hogy mennyi időre állítod be, úgy veszi fel, és lett az a timelapse.